Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a csatornán! Egészséget, békességet mindenkinek! Deák Ernővel már szerettem volna rég interjút készíteni, most jött el ennek az ideje. Nagyon elfoglalt, és be kell vallanom, én se unatkozom. Ne is húzzuk tovább, kezdődjük az interjú. Szép jó napot kívánok, de akkor üdvözlöm a műsorban. Én is szép jó napot kívánok, és én is üdvözlöm. Köszönöm szépen, hogy időt szánt erre a beszélgetésre. Tudom, hogy nagyon sok dolguk van, határidő van az újságban, mert ön a Bécsi Naplónak a főszerkesztője. Már 35 éve dolgozik a Naplóban, és hát ilyen helyzet, ilyen járványszituáció még nem volt. Ön, mint az újság főszerkesztője, az elmúlt 60 napot, 2 hónapot, hogyan élte meg? Egészen normálisan, azaz, hogy ott folytattam, ahol abba hagytam, azzal a különbséggel, hogy feleségem azt mondta, hogy szó se lett arról, hogy tömegközlekedést vegyek igénybe, viszont ezzel szemben felajánlotta, hogy ő minden nap behoz engem a munkahelyemre kocsival, és este pedig hazavisz. Úgyhogy az elmúlt hetek ilyen körülmények között csak a bejövetel és a hazamenetel szempontjából változtak, a napi teendők pedig változatlan maradtak, illetve hát változtak azok is, de a munkamenet az a szokásos volt. Nagyon helyes, vigyázzon is magára meg az egészségére, és nagyon kedves a feleségétől, hogy vállalta ezt a szerepet. Az újság hogyan reagál? Milyen cikkek, milyen írások jelentek meg így a COVID-19-ről az újságban? Hát az előző számban, hogy a Martos Péter egy nagy lélegzetű cikkben számolt be erről, többek között még arra is kitért, ugye közben még utólag is folytatódtak ezek a gyanúsítások, tulajdonképpen minden Kínának köszönhető, és ő próbálta cáfolni, hogy nincsen semmiféle kínai összeesküvés elmélet, hanem így jött ki a lépés. Aztán természetesen volt magyarországi cikk is, amelyik azt próbálta érzékeltetni, hogy a nagy széthúzás közepette talán a vírus kicsit jobban összezárja az ország lakókat. És hát persze a többi téma pedig a szokásos volt. A Bécsi Napló 2 havonta jelenik meg, szóval az előző újság áprilisban jelent meg, a következő újság az mikor fog megjelenni, és abban lesznek-e cikkek a COVID-19-ről? A következő szám tervek szerint pontosan június 4-én fog megjelenni, akkor szállítja a nyomda, és akkor postázzuk, ami önmagában véve azt hiszem már mond valamit a nap miatt is. A vírus, hát ez elkerülhetetlen, természetesen az aktualitásra tartozik. Az is, hogy mennyire folyik be a vírus, illetve az a rendkívüli helyzet a mindennapi életben, illetve hát perspektívikusan a magyarság életében. De a következő számnak nem terveztük, de így jött ki a lépés. Most a beszéletek jelen időben, mert az anyag összeállt. A következő szám az tulajdonképpen egy Trianon szám lesz. És végigjárva az egész Kárpát-medencét, ugye nem árt arra utalnunk, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy munkatársaink körülvesznek minket, szóval nem csak Ausztriából, és nem csak Magyarországról, egészen az óceánon túl, ugye Amerikáig, hanem az egész Kárpát-medencéből. Tehát vannak tudósítóink, munkatársaink, szerkesztőségi tagjaink Pozsonyban, Szlovákiában, Kárpátalján, Erdélyben, Vajdaságban, alkalmasint Horvátországban és Szlovéniából is. Úgyhogy akkor elképzelhető, hogy tulajdonképpen ez a, úgy mondjam, trianoni szemezgetés vagy kacsingatás, ez mindegyik szempontból, mindegyik tudósításából valahogy kiütközik. Gratulálok ehhez, hogy a következő lapszám is most már a finishbe ért. Hogyan folyik most jelenleg a munka önöknél? Van egy olyan mondás, hogy a cserkész leleményes, illetve van egy még régebbi mondás, hogy a szükség törvényszeg. Ez azt jelenti, hogy el kellett érnünk a szokásos módszerektől, tehát amikor összeállt az anyag, megérkezik a tördelünk, Uzsák Zoltán, és akkor az anyag birtokában, illetve a tükör birtokában betördeli egy lapnak a számait, illetve a számát, vagy oldalait. Viszont az az elmúlt számnál megszakadt, tehát új módszerekhez kellett folyamodnunk, és Zoli azt mondta, egyedüli módszer a Skype módszer. Ez azt jelentette, hogy beszélgetünk
beszélgettünk egymással, mint most Attilával, és ő közben pedig a megkapott tükör, illetve anyag segítségével betördelte a 12 oldalt, és amikor elkészült vele, akkor fölhívott, és akkor mutatta oldalanként, hogy hogy nézett ki az újság az elsőtől a 12. oldalon, és akkor megtettem a megjegyzéseimet, hogy ez ide jó, ez oda jó, helyezze, illetve rendben van. Mikor ez megvolt, akkor ő fogta magát, csinált egy végleges tördelést, tehát minden cikk a maga végleges helyére került, amit aztán ő elküldött, akkor az én feladatom pedig az volt, hogy a korrektoroknak vagy lektoroknak külön kiküldem. Az egyikünk Pozsonyban van, például Benyák Mária, ő már előtte megkapta a javításra szoruló anyagokat, az ő korrektúrai lapján mentek Uzsák Zolihoz, Uzsák Zolin keresztül, illetve rajtam keresztül, még egyszer vissza Benyák Máriakhoz, tudni, nem csak a kéziratokat javítjuk, hanem a betörtelt anyagokat, többek között például a sorkiegyenlítés, elválasztása, stb. De attól függetlenül nincs az a tökéletes korrektor, aki ne hagyna hibát. Tehát azt jelenti, hogy 2, illetve 3 menetben történik az újságnak a végleges változata, akkor ezeket a javításokat most szintén Skype segítségével, akkor begyűjtjük megint a korrektúrákat, most ide jön aztán akkor a fejcita is Grazból, és akkor itten helyben is 3-4-en a szerkesztőség asztalhoz átnézzük a teljes anyagot, és akkor fölhívjuk Uzsák Zolit, és akkor aztán ő kapja a korrektúrákat, aztán ezt véglegesíti, és amikor megkapta a Sanctust, akkor mehet az egész anyag nyomdába. Ez a Skype-on való kommunikálás, ahogy mi is most beszélünk, ez mennyire nehezítette meg a szerkesztőségnek a munkáját? Tulajdonképpen engem inkább eleve sokkolt, bár nekem is van Skype-olási lehetőségem, de hogy funkcionál ez technikailag, ez a meglepetések meglepetése volt, és rájöttem, hogy sokkal egyszerűbb, mint gondoltam. Persze, az nem pótolja az, hogy a valaki itt van, és hogy mondjam, személyesen egy asztalnál, vagy egy szerkesztőségben helyben intézzük a dolgokat. De, mint említettem, szükségtörvényszeg, és az előző számnál sikeresen lebonyolódott, én remélem, hogy a következő szám is, amelyiképp most a hétvégén történik, hogy ugyanilyen sikeres elkészítésen megy át. Ön, mint egy újságnak a munkatársa, honnan tájékozódik, ha nézzük az online területet és az offline-t? Melyik hírportálokra és újságokra esküszik? Én esküszöm, senkire se és semmire se esküszöm, de hírportálok, szóval én nem szoktam, én őszintén szólva a dűit is, mert rettenetesen időigényes, szóval nem szoktam szörfölni vagy vadászni hírek után. Ezek jönnek maguktól. Egy-kettő pedig vannak bizonyos csatornák, amik már eleve célirányosak, hogy ezek magyarországi események, vagy a nyugati magyar diaszporának az eseményei, vagy egyáltalán Erdélyben mi történik, például hogy a Johannes elnöknek a kibicsaklása, ugye? Ezek megérkeznek, és történetesen Erdély csatornákon keresztül. Ezek bekapcsolódtak a mi hálózatunkhoz, illetve mi bekapcsoltunk, és hogy ez megy, ezt most nem is tudnám, nem azért, mert titkolózni akarok, nem tudtam részletesen felsorolni, de mindesen megvannak a rég értelmét a hírügynökségeink, a kémeink, ugye. Úgyhogy aztán így, én most csak kizárólag az újság szempontjából említem, úgyhogy egy-egy számnak az elkészítése természetesen, mert 2 havonta jelenünk meg, olyan értelemben nem okvetlen kapcsolódik a hírcsatornákhoz, mert saját magunknak kell tudnunk, hogy például milyen évfordulók vannak, mire meg kell külön kitérni, illetve hát vannak olyan hangsúlyos események, ami mondjuk Ausztriában élünk, az itteni rádióban, tévében, újságban, tehát tudjuk, hogy ez egy olyan fontos esemény, és nálunk a Bécsi Naplóban rendkívül fontos az, hogy nem napi lap vagyunk, nem heti lap vagyunk, sőt, még csak havi lap se vagyunk, tehát olyan témákat választunk, illetve olyan híranyagokról közlünk cikkeket, ami kvázi időtállóak. Tehát teszem föl, említsük még egyszer a Johanniszt, aki ugye most múlt héten kapta volna a Károly díjat, ez a következő számnak is a témáját képezi, mert van értebe időtálló, hogy április végével nem zajlott le, hanem ez folytatódik az egész időszak alatt, tehát ezzel foglalkozunk. Más témák, viszont azt mondjuk, hogy ez nagyon izgalmas,
de mire megjelenik a következő szám, akkor már idejét múlt, és nagyon kényes dolgok azok, hogy azokat az időpontokat veszük figyelembe, hogy mikor jelenik meg az újság, hanem körülbelül mikor kapják meg az olvasók. Persze itten differenciálni kell, mert különbség van a külföldi és a belföldi olvasók között. Érdekes módon a magyarországi olvasók gyorsabban megkapják, vagy hamarabb megkapják a lapot, mint az ausztriaiak, a bécsiek. De lényeg az a fontos, hogy mikor kapja meg az illető, mert hogyha már országvilág tele van egy hírrel, és akkor mi kvázi szenzációként hozzuk, akkor annak már lejárt az ideje. Szóval ez egy kényes dolog, és ezekre ügyelni kell. Mint egy főszerkesztő, honnan tájékozódik, és civil emberként a mindennapokban melyik sajtót követi? Én, mivel ugye, hogy is mondjam, szegény költő vagyok, írta ugye Arany János magáról, és erre átvonaszkodtatva én nem engedhetem meg magamnak azt a luxust, hogy most nem tudom én hány napi lapot vagy heti lapot járassak. Én megint említem, hogy nem esküszöm senkire és semmire nem esküszöm, de én a Die Presse című polgári lapot járatom, és annak a fajsúlyosabb témáit jegyzem mindig elő, és külön pedig az, hogyha felfedezek ilyen vagy olyan dolgot, akkor külön megveszem a Morava cégnél, vagy egyáltalán hozzájutok, akkor külön a más lapokhoz is. Például, hogy elküldték Németországból, Svájcból is, hogy milyen lapok, például a Neue Zürcher Zeitung, a Frankfurter Allgemeine, a Der Spiegel foglalkozott az egész magyarországi, magyar-román kapcsolatok kérdésével Trianon alapján, illetve, hogy a román parlament ugye megszavazta azt a törvényt, ami úgy hangzik, hogy június 4-e, ami magyaroknak gyásznap, ő nekik ez nemzet ünnep. Úgyhogy ezek aztán mondjuk ilyen csatornákosan is eljutnak hozzánk. Erre rácsatlakozva, én azt gondoltam, meg azt remélném, hogy a járvány, ez a fránya vírus összehozza a nemzeteket. Osztrák-magyar, osztrák-román, magyar-román, és jön egy ilyen hír, hogy június 4-ére hogy reagál. Ön hogy látja, hogy erősödni fognak a kapcsolatok, akár gazdaságilag, akár politikailag a jövőben a járványnak köszönhetően? A járványnak köszönhetően inkább most negatív tennék említést a dolgokról. Tudjuk Magyarországon is, meg hát az egész világon a gazdaság milyen visszaesésben van. Tehát végülben, hogy most a kapcsolatok hogyan miként fejlődnek, hát valószínű, hogy a mélypont után magasabb szintet ütnek meg a főképp kereskedelmi kapcsolatok. Most azzal a megjegyzéssel élnék, hogy ez egészen skizofrén állapot. Vegyük csak az osztrák-magyar kapcsolatokat. A jelenlegi osztrák kormány ugyan eléggé tartózkodon, távolságtartóan, de mondjuk inkább jó indulaton viselkedik a magyar kormányhoz. De ugyanakkor, ha úgy veszük a bizonyos politikai irányzatok Ausztriában kimondottan ellenségesen viselik el az Orbán kormány létezését. Most ezt azért mondtam, skizofrén neveztem skizofrénnak, mert tulajdonképpen rendkívüli jók és magas szintűek az osztrák-magyar kereskedelmi kapcsolatok. Most idegenforgalmi szempontból persze itten kiesés van mind a két oldalon, de például az, hogy hány százezren, sőt millióan látogatják osztrákok Magyarországot, vagy fordítva magyarok Ausztriát, ez egészen természetes, és hogy ahogy szokták mondani, a kutya ugat a karaván halad. Tehát végben, hogy bizonyos negatív jelenségek, hogy ezek most igazságosak, vagy nem igazságosak, azzal most nem foglalkozunk, de tulajdonképpen mindennapi szinten nem folyásolják be az országos érintkezést. Na most, hogyha ezt pontosítanám román-magyar kapcsolatok terén, ott sajnos az a benyomásom, hogy ott annyira érzelmi fekélyek uralkodtak el, hogy ottan józan észről, józan mélegelésről egyszerűen nem lehet szó. Egyrészt a magyarok próbálják megtalálni azt a modus vivendit, főképp a romániai magyarok. Most azért mondom Romániát, mert a román terület nem csak Erdélyt foglalja maga, hanem a Partiumot is, tehát valamikor kelet-magyarországi megyéket is. Tehát az azt jelenti, hogy Magyarország, vagy a magyar vélemény hiába siránkozik, hiába óhajtozik, mindesetre a reál politikai szempontból ez a tény, hogy a nem csak trianoni, hanem a 40-es békeszerződés értelmében a trianoni határok érvényesek. Ezt egyik magyar kormány se kezdte ki, még a jelenlegi Orbán kormány sem. Hogy aztán ez az egészben a furcsa, hogy Ioannis most ebbe belevág a vetés kellős közepébe,
hogy a román szociáldemokrata párt, szóval ezek olyan jelenségek, amik fölött nem lehet napirendre térni, de ugyanakkor talán a legjobb, hogyha az ember ignorálja. De mindesetre ez bénítja a kibontakozást, mert Romániának tudomásul kell vennie azt a körülbelül 1,5 millió magyart, és a 1,5 millió magyart ők nem fogják lenyelni sose, és hogyha ők békében akarnak lenni Magyarország, akkor maximálisan el kell érni azt, hogy az ottani magyarság tényleg békében és az identitása megérzése érdekében tudjon tovább létezni. Egyelőre úgy néz ki, hogy a románok ezt nem akarják tudomásul, pedig ezt tudomásul kell venni. Persze nem szabad ugye rezignálni, sajnos hajlamosak vagyunk arra, hogy mi egy-egy akciónak a sikerétől vagy sikertelenségétől függővé az, hogy hogyan tovább. Most hál' Istennek most már volt egy második aláírás akció, Székely Nemzeti Nács akciója, ami rendkívül örvendetes, abból a szempontból megint összejött az 1 millió aláírás, sőt annál is több, ami két szempontból örvendetes. Egyrészt, mert összejött, másrészt meg az utolsó egy hónap, 6 hét alatt ugrott meg a vonal, amikor ugye főképp a járvány hatására úgy nézett ki, hogy ez a dolog elbukott. Most nem bukott el, a negatív két dolog, illetve a negatívból a pozitívum az, hogy fölhívták az illető hatóságnak a figyelmét, hogy a járvány rendkívül kedvezőtlenül hatott az aláírás akcióra, és mint ismeretes, fél évvel meghosszabbították a lehetőséget. Tehát most mindenkinek föl kell hívni a figyelmét arra, hogy éljünk a lehetőséggel. Tudnék most a nyugati féltekére gondolva, ugye nem 1 millió, nem csak 1 millió aláírásra van szükség, hanem 7 országban kell, hogy összejöjjön 1 millió aláírás, viszont ez csak 3 országban, Romániában, Magyarország és Szlovákiában jut össze. Például a kokáért itt vagyunk Ausztriában, itt is az utolsó hetekben ugrott meg ugyan pár százról, 2400-2500-ra, de hol tartunk a 13500-tól? Tudnék, az lenne az előírás. A nyugat-európai államoknál hasonló helyzet, ahol több tízezer magyar él, Németországban, Svédországban, Hollandiában. Svédország még úgy körülbelül elért 20%-os részvételt, de ott is messze-messze lemaradtak a követelt, vagy elképzelt, vagy az elvárásoktól. Tehát végül most a következő fél évet arra kéne kihasználni, és most nem csak szűkebb magyar körben, hanem mindazokat, akik érintettek, tehát most maradjunk Ausztriában, tehát osztrák barátaink, rokonaik befűzése révén minél többen járuljanak kvázi az urnákhoz, és itt nem csak az osztrákokra gondolok, hanem az ausztriai, horvátokra, szlovénekre, akik ugye népcsoportot képviselnek, és ők ugyanúgy úgy érintettek ebben az egész akcióban, mint a magyarok. Úgyhogy kaptunk fél éves esélyt, és az a kérdés, hogy sikerül ezt olyan síkra hozni, hogy tényleg begyűjön az a megfelelő aláírás mennyiség. Ha már itt a kapcsolattartásnál tartottunk, a Bécsi Naplónak milyen szerepe, milyen pozíciója lehet, vagy van, mondjuk a magyar és osztrák kapcsolatok javításában? Ez sajnos eléggé virtuális jelenség, mert egyrészt más a szándék, és más a valóság. Az, hogy mi közvetítőként akarunk mozogni nyelvek és kultúrák között, tehát nekünk érdekünk ausztriai magyaroknak, hogy Ausztria és Magyarország között mindig jó kapcsolatok legyenek, ugyanakkor gyakorlatilag roppant nehéz ezt megvalósítani, illetve forszírozni, azon egyszerű oknál fogva, mert például anyagilag nem tudjuk magunknak megengedni azt, hogy megfelelő szinten tudjuk a kapcsolatokat ápolni osztrák személyiségekkel. Ha csak arra gondolok is annak el, hogy élünk vele helyjel közel, de az, hogy osztrák barátaink is írjanak cikket Ausztriáról, vagy a közös célok érdekében, az általában pénzbe kerül, és ezt nem tudjuk magunknak megengedni. Volt egy másik akciónk, ami szintén ilyen értelemben évek óta szünetel, hogy minden egyes számnak volt német nyelvű összefoglalója, amit csatoltunk az egyes számokhoz, és megküldtük illetékes helyekre. Ez sajnos ez leállt, és egyelőre nem is tudjuk folytatni, mert Krisztus koporsóját se őrizték ingyen, és ezek az emberek úgy látszik, úgy gondolják. Meg sajnos
ez a bizonyos rezignációt, amikor nincs a 24 óra, 48 órán belül siker, akkor rögtön kikiáltják, vagy kitalálják, akkor nem is érdemes tovább csinálni. A mi elképzelés, a mi munkáz az hosszú lejáratú. És nem lehetünk arra figyelemmel, hogy most mekkora sikert aratunk, ezt tovább kell csinálni, de sajnos vannak emberek, sokszor én sem vagyok kivétel, hogy az ember rezignál túl korán, és ez nem szabad. Mert tudnik, a hullám völgyből, vagy a gödörből csak úgy tudunk kimászni, hogyha mély lélegzetet veszünk, és megint megfeszítjük az erőnket. És tudnunk kell, hogy hol vagyunk. És ha gödörben vagyunk, akkor nem érhetjük be azzal, hogy ott vagyunk, és ott is maradunk, hanem ki kell másznunk a gödörből. Ön már több tíz éve a munkatársa a Bécsi Naplónak. Biztos voltak hullámvölgyek, néhol lent, néhol fent. Hogy látja most a járvány közepén, vagy már lassan kifele a járványból, az újságnak a helyzetét? Hogy tekint a jövőre? Az újság ott először is mi annak idén úgy szerettük volna, hogy legalább havinap legyen. Ezt a mai napig nem tudtuk megvalósítani, de egyik kibontakozási lehetőség lenne a havilap. A másik pedig lehetőség megfelelő anyagi bázisra szert tenni, és akkor, hogy a munkatársakat, én nem azt mondom fizetett alkalmazottanként, de legalább honorárium alapon tudjuk fizetni. És ez most egy olyan lehetetlen helyzetben van, és sajnos meg kell mondanom, hogy az ausztriai magyarok között olyan ellentétek vannak, hogy sokan fontosabbnak tartják ennek vagy annak a rendezvénynek a lebonyolítását, mint egy újságnak a kiadását, mert sajnos azon a szinten vagyunk, hogy gondolok ilyen Heute, meg ilyen Burgenlandbőbe Zeitungokra, ahol az a fontos, hogy benn van-e a fényképem. Mert éppen volt egy mulatság, éppen volt egy tűzoltóbál, stb. És benn van, akkor meg kell, és nem beszél az, hogy ingyen. Ami igényt jelent, és pénzbe kerül, sajnos azzal szemben idegenkedünk. Itt mentalitásváltásra lenne szükség, ami megint nem könnyű feladat. Az újságnak, a Bécsi Naplónak mi a küldetése, mi a célja ön szerint? Most a küldetése az, hogy sokan ezt nem akarják felfogni, úgyhogy, hogy Bécsi Napló. Ez azt jelenti számukra, hogy ez egy Bécsben megjelenő újság, és bécsi ausztriai dolgokkal foglalkozom kizárólag. Viszont kezdettől fogva mi globálisan gondolkodtunk egyetemis magyarságban, például annak idején, mikor megszűnt az utolsó magyar lap, a Magyar Híradó, akkor amerikai magyarok jelentkeztek, hogy ez lehetetlen dolog, hogy Magyarország szomszédságában nincsen Ausztriában magyar lap. Tehát végben nekünk ez az egyik rendeltetésünk, hogy az egyetemes magyarság érdekében és szellemében működjünk. Kettő, a Bécsi Napló, mivel két havonként jelenik meg, tehát nem hírlap, hanem mondjuk azt, hogy szellemi fórum, ami azt jelenti, hogy a pluralisztikus demokrácia értelmében a szélsőségeket kizárva a sokszínűség jellemzi. Tehát ugyanazon számon belül, mint hogy a munkatársaink is vannak, nem ugyanazt a nem uniformizált véleményeket tükrözünk, vagy vetítünk ki, hanem mindenki elmondja maga véleményét, ami végelmében általános európai integrációs gondolatokat és szellemiséget tartalmaz. Tehát a Bécsi Napló ilyen értelemben európai magyar lap, és a magyarságunk európai, vagy Európa szellemiségű magyarság. Szóval ezt próbáljuk az olvasóink felé kivetíteni. Egyrészt saját magunk, hogy tisztán lássunk, másrészt meg Európa felé is, hogy ne olyan egzotikunként és zavaró tényezőként jelenjünk meg, hogy ezek a magyarok mindig csak lázonganak, mindig csak elégedetlenkednek, és nem akarják megtalálni a helyeket Európát. Mivel megtaláltok a helyünket, csak sajnos ezt naponként meg kell, és ki kell harcolnunk. Nagyon szimpatikus ez a gondolat, ez a fogalom, ahogy hívta az újságot, hogy szellemi fórum. Ha most a nézők közül valaki szeretne írni, van erre mód? Hogyan tudja fölvenni az újsággal kapcsolatot, hogyha megjelenhetne egy-egy írása az újságban? Mi semmilyen irányban nem zárkózunk el. Az a fontos, hogy színvonalasak legyenek a cikkek, ne legyenek szélsőségesek, és tulajdonképpen műfajilag lehet ez színgráz kritika, lehet frim kritika, lehet egy kiállításnak a bemutatója, lehet például az, amit Attila csinál, például
az utcán járó, vagy járókelő magyaroknak az életéről beszámolni, ami nekem személy szerint rendkívül szimpatikus. Tehát például mi folyamatosan igyekszünk tájékoztatni olvasóinkat arról, hogy milyen egzotikus, hogy mondjam, lények élnek közöttünk, illetve milyen egzotikus lények, és roppant érdekes ez, amiről nem tudnak az emberek, úgyhogy ez mind belefér egy-egy lapszámba. Sajnos az a helyzet, vagy örvendetes is más szempontból, hogy 12 oldalán rendelkezésünkre. Tehát az anyaggal rendkívül gazdálkodnunk kell, úgyhogy a cikkek terjedelmét elősen csökkentjük. Másrészt akár mennyire is szabad fórum vagyunk, mindig a hogy úgynevezett fontossági szempontból szabjuk meg, hogy ez a cikk belefér, vagy nem. Persze itt megint az a buli, hogy ami most nem jelenik meg, az megjelenhet a következő számban, azzal a megfontolással, hogy az a bizonyos téma még aktuális-e. Úgyhogy előfordulhat, hogy saját cikkeim is előfordultak a múlt időben és jelen időben is, 3-4 számon keresztül csúsztatom a cikket, és a végül is kimarad. Mások megsértődnek, én magamra nem tudok megsértődni. Az újságnak ugye megvan a honlapja, illetve az e-mail címe, tehát bc@naplo.kukac.aon.at, illetve megvan a posta címe, az pedig Schwedenplatz 2 és A1010 Wien. Nem egyszerű a főszerkesztők élete. És záró kérdésként beszéltünk az újságról, privát emberként a terveit hogyan borította föl ez a járvány? Milyen tervei lettek volna a nyára Deák úrnak? A nagy terv az nem is nyár, hanem a tavasszal, április vége, május első felébe életem nagy vágya volt Kréta. És egyszer sikerült is eljutnunk, és egy baráti házaspárral már meg is állapodtunk, hogy május elsőjén megyünk Krétára, ennek lőttek. A másik, hát ez mondjuk egy éves terv, zarándokút a Schneeberg, a Hóhegy. Ezt most kitűztük ugye július közepére, ha addigra feloldódik a tilalom, akkor megint ez egy olyan határok nélküli megmozdulás lesz. Hát, ha nem oldják fel, akkor sajnos ez is elmarad. Túrázni, a Schneeberget megmászni, azt már lehet. Tehát most már ilyen korlátozások, hála az égnek, nincsek, tehát lehet menni túrázni. Ezt én úgy tudom. Na igen, de ott a vonat, meg egyebek, másrészt meg nekünk az utóbbi időben mi úgy terveztük, mert mindig a naplement és a napfelkelte, az hozzátartozik, hogy mégiscsak 2000 méteren fölül megélni ezeket a napszokat egészen más, úgyhogy mi az utóbbi években mindig, amikor a nagy forgalom lezajlik vasárnap délben, mi akkor megyünk fel, ott töltjük az estét és az éjszakát, és hétfőn délelőtt jövünk vissza, úgyhogy ez egy kicsit problematikus, de én bízom benne, hogy sikerül. Szerintem biztosan sikerülni fog, és ez egy nagyon jó... Attila is csatlakozhat, hogyha érdekli. Pont ezt akartam mondani, hogy nekem is már terve volt véve, hogy napfelkeltét, naplementét nézzek, mert a Großglocknerem már volt hozzá szerencsém, de a Schneeberger is szívesen fölmennék ilyen céllal. Úgyhogy bízzunk benne. Köszönöm szépen az idejét, és hogy válaszolt a kérdéseimre. Engedem is vissza a munkához, és várjuk a június 4-ét, hogy nem csak nyomtatva, hanem online formátumban is. Olyan is lesz, igen. Olvashassuk az újságot. Én is köszönöm. További szép napot, Deák úr! Szintén! Ha még nem ismertétek Deák urat, elég fontos személyiség itt Bécsben, nagyon régóta aktív és oszlopos tagja a bécsi kultúrának. Köszönöm szépen, hogy időt szánt erre a beszélgetésre, és köszönöm nektek, kedves nézők, hogy végignéztétek ezt a műsort. Jó esik, hogy az időtökkel megtiszteltetek minket. Ha érdemesnek találjátok, osszátok meg ismerőseitekkel ezt az anyagot, ha még nem tettétek meg, lent van a feliratkozás gomb, ha bármilyen véleményed van, és kifejtenéd, ott a komment szekció. Már ennyi voltam, holnap jön a következő anyag. Addig is, legyetek jók, ha tudtok. Sziasztok!